Egy rövid értékelést, hogyha adna, akár a párt, akár a pécsiek szempontjából a 2012-es évről. Nagyon nehéz éven vagyunk túl, de sajnos benne van a pakliban az, hogy egy még nehezebb évnek nézünk elébe. Ugye látjuk a gazdasági folyamatokat, hogy globálisan sem kedveznek, úgy át Magyarországra nézve. A pécsi térsége pedig hát kifejezetten leszakadó térségé vált. Ezt azt mindannyian tapasztaljuk, a saját bőrünkön érezzük, hogy tulajdonképpen soha nem volt még ennyi regisztrált munkanélkül sem a városban, mint amennyien most vannak, és hát tudjuk, hogy nagyon sokan nem is regisztráltatják magukat regisztrált álláskeresőnek, mert nincs már jelentősége bizonyos szempontból. És akkor emellé jön az a mindannyiunk által, most már egyre többek által felismert helyzet, hogy tulajdonképpen a kormány még csak át sem látja, hogy milyen módon kéne és milyen irányba kéne változtatni. Van egy nagyon ködös elképzelés, amit talán Matolcsi még követni tud, esetleg az ő belé bizalmat adó miniszterelnök követni tud, hogy igazából mit szeretne kihozni a gazdasági folyamatokból, de szerintem már a közeli holdudvar sem érti ezt a dolgot teljesen. A szakemberek, a mértékadó szakemberek pedig egyértelműen károsnak nevezik azt a gazdaságpolitikát, amit folytat a kormány. Ilyen szempontból nagyon nehéz lesz Pécs helyzete, hiszen Pécs lobbijere sem, annak ellenére nagyon sokat hivatkoznak a saját lobbierejükre az országgyűlési képviselőkre, sajnos nem, eddig nem tudták igazi jelét adni, tehát Pécs lobbiereje sem elegendő jelen pillanatban ahhoz, hogy ezeknek a nagyon erős negatív tendenciáknak egy picit ellen tudjon menni, úgyhogy nehéz jövő év vár előttünk. Azért vannak reménykeltő dolgok, tehát egy-két ilyen pozitív apróságról is beszámoljak. Épp egy bizottságülésen nemrég egy kormánypárti önkormányzati képviselő elnézést kért például a jogszabályi anomáliák miatt, ami ugye az országgyűlés veszőfutásának a következménye, és én ezt egy pozitív elmozdulásnak látom. Ugye látjuk azt, hogy a fideszes országgyűlési képviselők nem nagyon találják meg a nem gombot, kivéve akkor, amikor ugye az ellenzéki javaslatokat kell elutasítani. Nagyon erős a frakciófegyelem. Nem igazán szólalnak fel azokban a kérdésekben, amik keményen érintik a saját választókerületüket. És tehát ebben látok egy nagyon pici elmozdulást azáltal, hogy legalább egy pécsi önkormányzati képviselő már kritikát tudott megfogalmazni, például bizonyos új adóterhek kapcsán, és remélem, hogy ez a változás ez elindul, és egyre magasabb szintekre ér, tehát az országgyűlési képviselők is már majd megmennek fogalmazni élesebb kritikát saját kormányukkal szemben. Aztán talán odaig is eljutunk, hogy megtalálják a nem gombot, amikor döntést kell hozni. Nagyon jellemző a helyzet, hogy például ugye a közoktatási intézmények átadását megalapozó törvényjavaslat ugye 15 oldalához mennyi módosító indítvány jött, ez is ezt a nagy belső ellentmondást mutatja. Én nagyon remélem, hogy megtalálja a kormány is talán egy kicsit a helyesebb irányt, illetve a fideszes országgyűlési képviselők pedig megtalálják a nem gombot, és megpróbálnak sokkal inkább a helyi érdekek mentén politizálni.